berendezkedés. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb havi összegzés lesz, ugyanis vége van az augusztusnak is, vagyis vége van a nyárnak, és ideje megnézni, hogy milyen könyveket olvastam ki a hónapban. 4 könyvet fejeztem be, ebből 3 volt hosszabb, egy elég rövidke, az 5. azt kicsit most éppen unom, úgyhogy az majd szeptemberre megy. Na de, akkor nézzük. Első könyv, amit elolvastam Richard Ropertől volt az Élet mindig kínál második esélyt. Talán azért, hogy azt is elszúrjuk. Ezt az álomgyár kiadótól kaptam, amit nagyon szépen köszönök. Ez egy érdekes történet volt egyébként, a főszereplője Andrew. Hát hivatali dolgozó, ők mennek ki megnézni, amikor valaki meghal, hogy van-e családtagja, vagy valaki, aki a temetés meg ilyesmiket tudna fedezni, tehát ilyen ilyesmi munkájával, most nem tudom pontosan ennek mi a neve. És ő a munkahelyén igazából azt hazudta, hogy neki van családja, van egy felesége, meg 2 gyereke, és hát mindenki ebben a hitben él, ő meg igazából tök magányos és egyedül él, és lesz egy új munkatársuk, akivel nem tudja igazából eldönteni, hogy meg kéne elmondani neki, hogy hazudik, vagy maradni kéne a hazugságban, mert az már egy jól bevált élet, és akkor végül is az lesz így a bonyodalmas része a dolognak, hogy ott az a hazugság, de ott a új munkatárs, nő, és hát itt a belső konfliktusok, hogy akkor most mit csináljon, hogy csinálja meg, hogy már olyan régóta él ebben a hazugságban, hogy nem tudja, hogy lehet ebből már kijönni. Egyébként itt érdekes történet volt, csak ezt egyébként augusztus 2-án fejeztem be, úgyhogy júliusban kezdtem, és az már régen volt, úgyhogy kicsit már kihagyom a memóriám egyébként. A következő könyv, amit befejeztem, az Jasper Forttól volt a Monokróm. Erről a könyvről most csináltam egyébként egy videót, mert egy nyereményjáték is van hozzá, azt ide belinkelem. Igazából ez egy ilyen disztópikus világban játszódik, ahol az emberek nem látnak már színeket, és nagyon sok szabály van, meg ilyesmi, de tényleg abban a videóban elmondom részletesen, és akkor ezt meg is tudjátok nézni, a nyereményjátékot. Szeptember 9-éig tart a jelentkezés, úgyhogy oda szépen belinkelem, és abban a sztorit is bővebben kifejtem. Ez volt a második. Igen, egyébként azért is olvastam el, hogy a nyereményjátékot hozzá meg tudjam csinálni. Ezt a könyvet pedig a Metropolis Media kiadótól kaptam. Ez egy nagyon gyors havi összegzés lesz, úgy érzem. Jó, a következő könyv az a BookTube könyvklub havi könyvünk volt, az egyik, amit én olvastam. Az pedig Tyari Jones-tól az Egy amerikai házasság volt, és erről tartottunk most a csatornámon, az enyémen volt az élő kibeszélő ebben a hónapban Enikővel, úgyhogy azt is ide belinkelem, és azt is meg tudjátok majd nézni, hogyha érdekel, abban elejétől végig kivesézzük az egész könyvet. A lényeg az a sztoriban igazából, ja igen, mert a havi témánk az a fekete szerzők voltak, és a lényeg az, hogy két házastársat követünk végig, plusz egy főt. A sztori kiindulási pontja az, hogy Royt, Celestia férjét lecsukják nemi erőszakért, de a vád hamis, mert ő igazából ártatlan, és aztán így mindenféle kusza érzelmi és háttér dolgok kerülnek felszínre, és elég bonyolult könyv, és nagyon nehéz így megállapítani, hogy akkor most kinek is vannak jó érvei, kinek van igaza, de egy nagyon jó könyv volt egyébként, és nekem nagyon tetszett. Nem is azt mondom, hogy így a karakter ügyileg, de a történet, maga az írói stílus, az nagyon-nagyon vitte ezt a könyvet. Úgyhogy, ha valakit jobban érdekel, a kibeszélő első fele spoilermentes, úgyhogy nézzetek bele. Ilyen gyors összegzésem nagyon-nagyon régen volt, de csak 4 könyvet olvastam, és az összesről van kb. Már videó fönn a csatornán. Jó, az utolsó könyv, azt konkrétan augusztusban rendeltem meg, és augusztusban meg is jött, és gyors ki is olvastam, aznap, amikor megjött, körülbelül 2 óránba, vagy max. 3-anba telt. Ugyanis történt egy ilyen nagyon-nagyon nagy felfedezésem, hogy egyszer csak így barangoltam, nem tudom, Instagramon, és így random szembe jött velem egy Rick Riordan könyv, ami nekem még nincs meg. És így néztem, hogy ez hogy lehetséges, hogy van egy kiegészítőkötet, Rick Riordan könyv, kiegészítőkötet, amiről én eddig nem is hallottam, nem is tudtam, és most májusban már megjelent, szóval már 2 hónapja kint van, 3, és
én nem tudtam róla. Úgyhogy gyorsan így átmentem a Rick Riordan Instáján, nem volt róla szó, úgyhogy és őt követtem eddig, úgyhogy most már a Reed Riordan Instát is követem, de ott is csak egy posztban jelent meg, és na mindegy, nem tudom, hogy nem tudtam erről a könyvről, de orvosoltam a problémát, ez pedig a Camp Jupiter Classified, ami ugyanolyan, mint ezek a Camp Half-Blood Confidential, Brooklyn House Manual, meg ezek a többi sorozathoz. Ez meg most ilyen az Olympus hősei és a Trials of Apollo között játszódik, és egy új római táborba érkező lánynak követjük végig az első napjait, és azoknak a bonyodalmait. Egyébként ugye tényleg csak egy ilyen kis nagyon rövidke, egyszerű kötetecske, de mivel Rick Riordan fanatikus vagyok, muszáj volt megvennem. Mármint, hogy ilyen Percy Jackson univerzum fanatikus. És szomorú hír érkezett egyébként a Percy Jackson fandomnak, ugyanis Rick Riordan azt mondta, hogy a Tower of Nero lesz ugye az utolsó Rick Riordan könyv a Trials of Apollo szériában. És azt mondta, hogy ez az utolsó nagy sorozat Percy univerzumában, én meg így mit kezdek az életemmel, ha nem lesz több Percy könyv? Azt mondta, hogy esetleg még ilyen standalone, egyedülálló kötetek lehetnek, nem tudja, de hogy nagy sorozat nem lesz, úgyhogy vége az életemnek örökre. Hogyha valaki éppen csak vissza szeretne ugrani egy kicsit a római táborba, meg így a két sorozat közé, akkor ez jó kis könyv. Igazából a Trials of Apollo-hoz semmi köze, csak így megemlítik, hogy valami nagy harc után történik, ami ugye az Olympus hősei. Szóval, ez a négy könyv volt az, amit befejeztem augusztusban. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki augusztusban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!